Az óriások. Kedves gyerekek! Biztosan emlékeztek még az utolsó történetre, ami Káinról és Ábelről szólt. Nos, ezután sok év telt el, az emberiség sokasodott, elterjedt a földön. Gyermekeik születtek, fiaik és leányaik. De Jehuának korán sem az ember volt az egyedüli teremtése. Még mielőtt az embert, azaz Ádámot megteremtette, még azelőtt megalkotta az angyalokat, akiket az írás Elohim fiainak nevez. De az angyaloknak nem Ádáméhoz hasonló testeket adott, hanem szellemi testet alkotott nekik. Nekik is feladatokat adott Jehuá, de mindnek ott a mennyekben. Néhány angyal fellázadt, engedetlen lett Jehuával szemben. Látták, hogy az emberek a földön hogyan élnek, milyenek, kívánkoztak az emberek után, feleségeket akartak maguknak. Nem tudtak ellenállni annak a csábításnak, hogy ők is átéljék ezt az emberiségnek adott ajándékot. Látták, hogy itt a földön szépek a lányok, a nők, hát így beszéltek egymás között. Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az ember lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük. És így is történt. Elhagyták a saját lakóhelyüket, lejöttek a földre, maguk testét emberi testre változtatták, feleségeket vettek a maguk választása szerint, és gyermekeket nemzettek a földi asszonyokkal. De ezt nem szabadott volna tenniük. Az angyaloknak és a földi asszonyoknak gyermekeik nagyon mások lettek, mint a földi gyermekek. Óriások lettek, akik rendkívüli gonosz tetteket vittek véghez, minden helyes dolgoknak megtagadói lettek, a saját erejükben bíztak. Hatalmas termetű, emberformájú lények lettek, akik az átlag emberhez mérten rendkívüli erővel és tulajdonságokkal bírtak. Így rövid időn belül ők lettek a föld hatalmasai, urai, vitézei és hősei, a régi korok hírnevesei. Ezek a lények rendkívül erőszakosak és gonosz szándékúak voltak, akik felélték az emberiség élelmét, javait, majd egy idő után magukat az embereket is enni kezdték. Vétkeztek a teremtés minden élőlényével, állatokkal, madarakkal és halakkal is. Az egész teremtés rendjét megfertőzték. Az emberiség végleg rossz útra tért. Jehuá megvizsgálta a föld lakosait, és látta, hogy annyira erőszakosak lettek, hogy az egész földet elborították büntetteikkel. Emiatt Jehuá megbánta, hogy ember teremtett a földre, és bánkódott, majd így határozott. Eltörlöm a földről az embert, akit teremtettem, sőt, az állatokat is elpusztítom vele együtt. Elpusztítom az embereket, a kis és nagy szárazföldi állatokat és madarakat is, mivel már bánom, hogy megalkottam őket. De látta, hogy van egy ember, aki igaznak bizonyult, aki az ő törvényei szerint akar élni. Ezt az embert Noénak hívták, ami azt jelenti maradék. Noé engedelmes volt, és követte Elohim törvényeit, ahogyan az apja, nagyapja és elődei tették. Noé igaz ember volt, ezért neki megkegyelmezett. Őróla fogok mesélni legközelebb. Remélem hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Shalom és hallelujah!